A dombóvári faültetésen Tóth Zoltán civil tanácsnok is felszólalt, aki köszöntötte Dombóvár újszülötteit és hangsúlyozta, hogy az önkormányzat az elmúlt években számos olyan fejlesztést és beruházást valósított meg, amelyek az édesanyák mindennapjait könnyítik meg. Mint minden önkormányzatnak nekünk is nagyon fontos, hogy legyen utánpótlás, sok gyerek legyen, és hogy a gyerekek, anyák, szülők jól érezzék magukat a városban. Ennek keretében igyekszünk minél több ehhez kapcsolódó beruházást megvalósítani, bölcsődebővítéseket, most épül egy új óvoda a városban, illetve nemrég adtunk át egy új, azt gondolom, jól kihasznált játszóteret is. A Kispolgárok Parkjának ugye ez a második helyszíne már, és ahogy nézem, ez is betelt, pedig még csak 3 éve kezdtünk itt ültetni. Én nagyon remélem, hogy a következő helyszín ennél nagyobb lesz, és még gyorsabban be fog telni. A Kispolgárok Parkjában tartott rendezvény különleges lehetőséget nyújtott a családok számára, hogy együtt hagyjanak maradandó nyomot a következő generációnak. A szülők meséltek arról, mit jelent számukra ez a gesztus. Októberben született a kislányunk, most már 1 éves, és ő a 3., és mind a kettőnek van, 2 nagyobbnak is, és úgy gondoltuk, hogy a 3. sem maradjon ki a sorból. Szerintem nagyon jó dolog. Én nagyon-nagyon vártam, fel is kerestem az önkormányzatot már, hogy mikor lesz ilyen, mert szép dolognak tartom, és tök jó lesz majd nézni, hogy mekkorára nő a fa az évek során. A faültetés nem csak a természet iránti tiszteletet, hanem az új generációkba vetett hitet és az összefogás erejét is jelképezi. Dombóváron idén is szülők és nagyszülők közösen állítottak elő emléket a jövő számára.